A mai témánk, hogy milyen előkészületek szükségesek ahhoz, hogy magunkhoz vegyünk egy kutyát. Esetleg ebbe is ki tudjuk-e kérni az oktatók, szakemberek véleményét, illetve hogy milyen szempontokat tartsunk szem előtt, hogyha nincsen fajta elképzelésünk, mi alapján választjuk ki, hogy milyen fajtájú kutyát veszünk magunkhoz. Üdvözlöm a kedves nézőket! Nagyon örülünk annak, hogy a leendő gazdik már a kutyavásárlás előtt szakértő segítséget kérnek, hiszen ez nagyban megkönnyítheti az elkövetkezendő 10 évet. Nagyon sokan kérdezték, hogy hogyan is készüljenek föl egy kutyus befogadására. Fontosnak tartom, hogy minden feltétel adott legyen, tehát legyen a kiskutyának helye, póráza, nyakörve, etető, itatótája, és persze nagyon fontos, hogy a családnak megfelelő ideje legyen a kutyus gondozására, főleg az első 6-8 hónapban ez kifejezetten fontos, hogy megfelelő időt tudjunk tölteni a kutyánkkal. Fontosnak tartom már a fajta választás előtt megbeszélni a családdal, vagy hát a családnak kell igazából megbeszélni ezt saját magával, hogy mennyi ideje van, mennyi időt tud a kutyára szánni, és milyen jellemvonásokat szeretne a kutyájában tapasztalni. A fajta választásnál még fontos szempont ugyebár a kutyának a mérete, a szőrtípusa, a lakásban vagy kertben tarthatósága, hiszen egy rövid szőrű kicsi kutyát téli időben elég nehéz lenne kint tartani, míg egy hosszú szőrű, nagy testű kutya nem feltétlen fogja jól érezni magát benti fűtési szezonban, tehát ezt is vegyük számításba, hogy panelba, lakásba, esetleg kertesházba szeretnénk kutyát, és mindenképpen ez alapján határozzuk meg a döntésünket. Fontos, hogy a fajta igazodjon az igényeinkhez. Ha sokat szeretünk kirándulni, túrázni, akkor mindenképpen egy mozgékonyabb típusú fajtát válasszunk. Ha inkább otthon szeretünk ülni és csak kisebb sétákat tenni, akkor pedig egy kisebb mozgásigényű, esetleg kisebb méretű kutyust javasolnék. Bár aztán kisebb kutyusok közül is akadnak ugyebár terrierek, akiknek a mozgásigénye óriási. Tehát fontos megfontolni, hogy milyen kutyát is válasszunk magunk mellé, hiszen az elkövetkezendő 10-15 évben megkönnyíthetjük az életünket azzal, hogyha ideális partnert választunk magunknak kutyában. Hogyha a családnak mégsem sikerülne megegyeznie, hogy milyen fajtát is szeretne, vagy milyen kutyus is illene hozzájuk leginkább, érdemes segítséget kérni, ebben akár mi is tudunk segíteni a leendő gazdiknak, hiszen fontos, hogy hozzánk passzoló kutyát válasszunk, mert ez nagyban megkönnyítheti a 10-15 évet, amit vele fogunk tölteni, és fontos, hogy ez mindkettőnk számára kellemes legyen, hiszen hogyha állandóan csak a problémák vannak a kutyussal, akkor akár menhelyre, akár hova is kerülhet, hiszen a gazdik úgy érzik, hogy nem képesek megoldani ezt a problémát, ezért fontos, hogy már a választásnál jó döntést hozzunk, és ezért a problémák kialakulását próbáljuk meg megelőzni.